Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök Itthon-Otthon című magazin műsorunkat látják. Első vendégünk Tiba István országgyűlési képviselőnk, akivel hát beszélgetünk még egy picit az elmúlt európai parlamenti választásról, illetve hát az országgyűlés munkájáról, ott is elsősorban ugye a 2020-as költségvetésről, amely már benyújtásra került, és hát sok érdekes pontot tartalmaz. Jó estét kívánok, képviselő úr! Hát akkor kezdjük picit az elmúlt május 26-ai EP választással, mert azért azt gondolom, hogy néhány mondat erejéig érdemes azt megnézni, hogy a választókerületben hogyan alakultak a mandátum, illetve a szavazati arányok Hajdúnánáson is, de azt gondolom, hogy ez úgy nagyjából lefette az országos mátrixot tulajdonképpen. Valóban így van, az első mondatom az a köszöneté, köszönet mindenkinek, aki részt vett az uniós választáson, hiszen a részvételi aránynak az emelkedése, tehát ha megnézzük az előző 2014-es választást, akár itt országos szinten, akár helyi szinten, vagy a 2009-est, akkor azt látjuk, hogy jóval magasabb volt a részvétel. Nyilván nem éri el azt a szintet, ami mondjuk a nagyobb városokban Budapesten volt, de így is nagyságrendekkel magasabb volt a választókerület településein is mindenhol, mint annak előtte, és ez azt jelzi, hogy végül is az emberek azért megértették, hogy egy nagyon fontos kérdésben kell dönteni, és azt, ami a kampányban elhangzott pró és kontra, ugye az ellenzék, illetve a kormánypárt részünkről, azt nagyon sokan szavazatukkal erősítették meg, ez bizonyítja, hogy a Fidesz országosan is kiemelkedő sikert ért el, és hozzá kell tennem, ami természetesen nekem, mint választókerületi elnöknek büszkeség, hogy az országos átlagtól magasabb százalékban támogatták a kormányzó pártokat, a Fideszt, a választópolgárok. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett ezen a választáson. Így van, hiszen én csak a nánási adatokat gyűjtöttem ki, de ugye Nánáson a Fidesz 53,72%-ot kapott, ez gyakorlatilag az eddig legmagasabb, 2346 szavazót jelent, az más, ugye, hogy a szavazatot, tehát a nagyobb részvétel miatt ez alacsonyabb százaléknak tűnik. No, de hát visszatérve gyakorlatilag ugye a Fidesz kapott 13 mandátumot, na de hát ugye elterjedt az a pletyka, zuhany híradó, hogy hát ezek az emberek nem vehetik át a mandátumukat, miután a Fidesz fel van, vagy ki van, tehát ugye itt is keverik, ki van zárva, fel van függesztve, holott saját maga függesztette fel, de valóban most, miután ugye új testület alakul, hogyan áll a Fidesz tagsági viszony? Igazából még azt sem tudjuk, hogy bent marad vagy nem marad az EPP-ben. Így van. Ugye az uniós választás az arról szólt, az volt a fő kérdés, hogy a nemzetállamok saját maguk dönthessék el, hogy kit engednek be az országba, tehát Magyarország ezt mondta. Magyarul nem tudjuk elfogadni, és nem is fogjuk elfogadni soha azt, hogy egy nagyobb szervezet, legyen az az unió, vagy bármely más szervezet mondja meg Magyarországnak, hogy igenis el kell fogadnia azt, hogy ide korlátlanul, számolatlanul érkezhetnek gazdasági bevándorlók. A választások előtt is a miniszterelnök úr és a Fidesz is kinyilvánította azt, hogy olyan szerveződéssel, tehát olyan pártokkal hajlandó együttműködni, akik hasonlóképpen gondolkodnak. Ugye az uniós választást megelőzően a Fidesz felfüggesztette a tagságát a néppártban. Ez a felfüggesztett tagság, ez nem azt jelenti, hogy a tagsága megszűnt, hanem nem vehet részt a tárgyalásokon, nem szavazhat. De bocsánat, de csak az EPP belül, tehát nem így az van, unió így belül. Van, természetesen, tehát ez az uniót, az Európai Parlamentet nem érinti, hanem egy pártcsaládon belül, tehát a néppárti pártcsaládon belül. Ugye lezajlott az uniós választás, érvényes volt mindenhol, már a végeredmények is megvannak, tehát a Fidesz a 13 képviselőjével vesz részt az Európa parlamenti munkában, és amikor lezajlik a mandátum átvétel és elindul a munka, akkor eldönti majd a Fidesz, hogy a néppárt tagja akar-e maradni, magyarul megtalálja-e azt a lehetőséget a néppárton belül is, hogy a nemzetállami gondolkodást tovább tudja vinni, és a néppártban erre hajlandóság van, vagy pedig, ha ez nincs, ugye is ezt ki is nyilvánított a miniszterelnök úr is, és a Fidesz vezetése is, és a parlamenti képviselők is, hogy csak olyan szövetségben vegyenek részt, amely ezt a vonalat viszi tovább. Tehát semmiféle felfüggesztésről, semmiféle olyan dologról, hogy nem vehetik át a mandátumokat, nem dolgoznak, szó sincs.
Még picit még maradva a választásoknál, tehát ugye az, ugye a DK jelentős százalékban nyert, 4 mandátumot nyertek. Azt hiszem, hogy igen, fontos momentum volt, hogy kampányoltak egy ilyenen, hogy európai minimálbér, európai minimálnyugdíj. Na ez egy nagyon érdekes téma. Hát hogy lehet ezt, hogy egyáltalán a nemzetállam keretein belülről valamilyen szinten megoldani? Hogy képzelhető ezzel? Tehát társadalombiztosítási járulékbefizetés is hasonló. Választási kampányokban mindig vannak olyan pártok, akiknek semmi se drága. Tehát ígérni könnyű, az, amit elmondanak, az egy dolog, és ugye ezzel nagyon sok választópolgárt becsapnak. Mert hát persze, hát mindenki örülne annak, hogyha egy tolvonással előállna az a helyzet, hogy Magyarországon is a minimálbér, mondjuk a dán minimálbérrel megegyezik, vagy a német minimálbérrel. De ez lehetetlen. Tehát, ha aki egy picit is gondolkodik, ez elmondva, ez nagyon szép, ez illúzió, ilyen erővel bármit elmondhatnánk, hogyha az a célunk, hogy becsapjuk az embereket, pusztán azért, hogy hatalomhoz jussunk. Vannak, akik ezt elhiszik, ennek realitása nincsen. Tehát azt el kell felejteni, hogy ezek az országok, akiknél ilyen magas a minimálbér, ők majd a saját jövedelmükből azért adnak Magyarországnak, Romániának, Lengyelországnak és a többi országnak, hogy ott is a minimálbér, bár a saját gazdasága ezt még nem biztosítja, nem tudja lehetővé tenni, de majd a német gazdaságból, a német adófizetők pénzéből ők majd a magyar minimálbért fogják emelni. Tehát aki ilyet mond, az teljesen egyértelműen tudja, hogy ez valótlan, viszont szeretne hatalomba kerülni, szeretne minél jobban szerepelni a választáson. Tehát röviden ennyit, mert hogy, no mindegy, de én gondolatom szerint azért sokan ezért szavaztak rá. Ezért is, mert ha megnézzük az ellenzéki pártokat, akkor a leghatásosabb kampányt a DK csinálta, tehát ő minden nap megjelent valahol a listavezetője, minden nap elmondták az ígéreteiket, de azt is elmondták ugye az Európai Egyesült Államokat, ami homlokegyenes más, tehát ebből látszik, hogy az emberek nem úgy gondolkodnak, hogy hosszabb távon végig gondolná, hogy bocsánat, ha itt Európai Egyesült Államok van, akkor innentől kezdve a migráció a szabad, hanem ő neki az jött át, amit tetszett mondani, hogy hát igen, majd akkor a minimálbér itt is 1000 euró lesz egy hónapban. Hát igen, ez valahol hajaz arra az elgondolásunkra, amikor az unió tagjai lettünk, és azt gondoltuk, hogy akkor mi is ugyanolyan juttatásban, bérezésben és hasonlókban részesülünk, mint tőlünk nyugatra levők, de hát ugye ezt azért nagyon hamar észrevettük, hogy hát ez korán sem így van. Tehát azért ahhoz, hogy mi valamivel többet kapjunk, annak itthon kell megtermelni az alapját. Így van, aztán nagyon sok évtizedes lemaradást, amíg mi a szocialista táborból voltunk a keleti blokkban, és a keresetek úgy alakultak, ahogy alakultak, azokat hosszú évek, évtizedek kellenek, hogy le lehessen dolgozni, és csak a saját gazdaságunkkal lehet ledolgozni. Az egy dolog, hogy lehetőséget erre kapunk, uniós támogatást, amivel tudunk pályázatokat biztosítani. Igen, a magyar gazdaság számára. Pályázatok. Így van, de nem arra kapunk pénzt, hogy na akkor holnaptól a minimálbért megemeljük. Így van. No hát, ha már itt bérekről meg gazdaságról beszélünk, akkor térjünk át a mi határainkon belőle, és itt is a parlamentben ugye terítéken van már a 2020-as költségvetés. Hát ahogy így most nagyjából nézzünk, itt két nagy területre lehet osztani, hát persze természetesen sok egyéb más van, de azért a két nagy terület a családvédelem, illetve a gazdaságvédelmi akcióterv 13+1 pont. Jelentős könnyítéseket ígérnek, erről beszéljünk egy picikét. Most ugye július 1-től már életbe lép sok családvédelmi akció. Így van. Azért annyival kiegészíteném, hogy 3 nagy terület van, tehát valóban a legfontosabb a családvédelmi akcióterv, a másik a gazdaságvédelmi akcióterv, és a harmadik emellett a biztonság. Ami hát egyrészt a közbiztonság, igen, és a honvédelem esetében is nagyon fontos, mert attól, hogy lement egy uniós választás, és a Fidesz toronymagasan megnyerte Magyarországon, és attól még azt látjuk, hogy Európában nem hogy csökkent volna, vagy elmúlt volna a migrációs veszély, hanem fokozódott. Tehát azok a
kiadások, amelyek az elmúlt időszakban jelentkeztek Magyarország határainak megvédése során, azok nem csökkennek, hanem valószínű nőnek, és azt láthattuk az előző időszakban is, hogy az unió részéről erre forrás nem nagyon kapunk, tehát ezt a saját költségvetéséből kell biztosítani Magyarországnak. Ugye a 2020-as költségvetésnek a legfontosabb lényege az, hogy gyakorlatilag 2020-tól teljes egészében a családvédelmi akciótervnek minden pontja elérhetővé válik és életbe lép. Ez számszerűleg úgy néz ki, hogy az idei évhez, a 2019-es évhez mintegy 200 milliárd forinttal több jut a családok támogatására, de ha 2010-hez viszonyítjuk, akkor több mint duplájára emelkedik a 2020-as költségvetésben. Azt hiszem 2228 milliárd forint az, amit a családok támogatására fordítunk. Ha ugye miből tudjuk ezt fordítani? Tehát a családvédelmi akcióterv minden egyes pontját a hazai költségvetés forrásai biztosítják, hiszen láthatjuk például a babaváró támogatást, hogyan igen, támadták hát az unióban. Igen, ezt akartam mondani, de akkor már igen, kis térfe képviselődik. Tehát senki ne gondolja, hogy uniós pénzből támogatjuk a magyar családokat. Ezt a magyar gazdaság által megtermelt javakból biztosítja a polgári kormány. Tekintettel arra, hogy ugye Európában a legnagyobb mértékben a magyar gazdaság nőtt, ha megnézzük az elmúlt évben is, több mint 2%-kal magasabb volt a magyar gazdaság teljesítő képessége, mint az uniós átlag. És ugye ez a cél, hogy folyamatosan az uniós átlag fölött minimum egy 2%-kal nagyobb legyen a gazdaságnak a teljesítő képessége. Ezért van szükség párhuzamosan a családvédelmi akcióterv mellett, hiszen ez nem egy egyszeri intézkedés. Tehát nem arról szól, hogy 2020-ban ezeket a dolgokat bevezetjük, de majd 2021-ben már nem lesz, hanem arról szól, hogy ezt folyamatosan biztosítjuk a családoknak, hiszen az a cél, hogy a magyar lakosság csökkenését, tehát a népesség fogyást a magyar családok támogatásával állítsuk meg, a fiataloknak ne legyen teher a gyermekvállalás, olyan támogatásokat kapjanak, amivel biztosítottnak látják a jövőjüket, és biztosítottnak látják a gyerekeiknek a felnevelését, és ezért van a családvédelmi akciótervnek ezek a pontjai, és ehhez szükséges, hogy a gazdaságnak a kiugró teljesítmény ne csak egy évben legyen, tehát hogy az elmúlt évben 5% volt, és most visszaesik, hanem folyamatosan a következő években is el tudjuk érni a 4%-os növekedést, ami azt jelenti, hogy biztos, hogy 2%-kal az uniós átlag fölött lesz, de ahogy látjuk most az uniós gazdaságnak az alakulását, az is látható, hogy egy csökkenő tendencia van, tehát ha jól emlékszem, a német gazdaság most 1,5%-on áll, ugye, ami azért döntően befolyásolja az európai gazdaságot. És, ahogy tetszett mondani, ugye a családvédelmi akciótervnek is egy jó néhány eleme már most ebben az évben belép, de a következő év január 1-ével az összes olyan elem, amit a miniszterelnök úr meghirdetett, azok mind elérhetőek lesznek. Itt a nagyszülőügyettől kezdve sorolhatnánk, ezt már nagyjából mindenki tudja. Ami fontos, hogy emellé kellettek azok a gazdaságvédelmi akciótervben meghatározott lépések, amelyek lehetővé teszik, hogy a magyar gazdaság az uniós gazdaságtól függetlenül fent tudja tartani a növekedési pályáját és a hatékonyságát. Ugye ezért jelentős, hogy például éppen tegnapi napon tárgyaltuk a parlamentbe a szociális hozzájárulási adó 2%-os csökkenését július 1-től, tehát ez év július 1-től, és így 17,5%-ra fog csökkenni a 19,5-ről, és ha megnézzük, egy néhány évvel ezelőtt még 27% volt. Tehát 30 így van. Így van, tehát azért mondom, hogy több mint 10%-kal csökkent. Amire senki nem mondja azt, hogy itt a vége, és akkor ez nagyszerű, és ez így jó. Természetesen további a munkára rakodó terhek csökkentésével számol a kormány gazdaságpolitikája, de ez csak felelősen teheti. Tehát nem lehet azt mondani, hogy jó, most csökkentsük 6%-kal, mert a működőképességet és a gazdaságnak a növekedését az fenn kell tartani. Tehát, de egyébként érdekes, tehát ez a szociális hozzájárulás, mert azért ez költségvetést érintő dolog. Azért ebben az évben 140 milliárd forint, így van. Általában fél időben nem nagyon szoktak, tehát ugye a jövő évi kedvezmények is azért januártól gondolom, mert hogy a költségvetést úgy tudják igen, kedvezni. Csak pontosan azért már ez azért ragaszkodott
a kormányához és a gazdaságpolitikusok, a kormányon belül gazdaságpolitikusok, mert érezhető egy visszaesés az uniós gazdaságban, és hogy ne utána menjünk a negatív tendenciának, hanem előzzük meg, tehát ne akadjon meg a magyar gazdaság fejlődésének, meg teljesítő képességének az üteme, hanem már most, és ezért tárgyaltuk kivételes eljárásban, és gyakorlatilag valóban ebben az évben ez a költségvetést azt hiszem 146 milliárd forinttal terheli negatív irányban, viszont ennyi marad a munkavállalóknál, illetve a munkáltatóknál, tehát biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy ne legyen visszaesés, és a következő évben ez egy újabb 156 milliárd forintot jelent. Visszatérve a családvédelmi akcióra, mert hát most még egy része terv, más része meg már valóban meg is fog valósulni július 1-től, az ellenzéki oldalon nagyon sérelmezik, és mintha valami uniós mozgolódás is lenne akörül, tehát hogy az esélyegyenlőség, tudnék ugye azért, hogy alaptörvénybe iktatott, hogy Magyarországon mi számít családnak, tehát kik alkotnak egy családot. Családot egy férfi és egy nő. Tehát ugye itt a különböző, tehát melegek, leszbikusok, LMBTQ, mit tudom én, van már annyiféle fajta ágazata ennek a társadalmi, nem is tudom, rétegnek, hogy komolyan sérelmezik azt, hogy, tehát, hogy miért maradnak ki ők, illetve hogy miért, tehát akik mondjuk családban élnek, de nem szülnek gyereket, hogy akkor nekik miért nem jár? Tehát, hogy hátrányos megkülönböztetés éri őket. Én ezt másképp közelítem meg. Én úgy közelítem meg, hogy pozitív támogatást kapnak azok, akik a természettől eredő családmodell szerint élnek, hiszen a természetben olyat még senki nem látott, hogy két azonos nemű gyereket tudna nemzeni, és utódai lennének. Tehát ez valahol a természetes folyamatoknak a megerőszakolása, amikor azt mondjuk, hogy két férfi vagy két nő ugyanolyan elbánásban részesüljön, hiszen nem tud utódokat létrehozni. Na most innentől kezdve én azt hiszem, és azért, ha megnézzük a társadalom nagyobb többségét, nem bántva ezt a kisebbséget, akik ilyen módon élik az életüket, hiszen természetesen joguk van hozzá, de ennek a nagyobb többségnek és a magyar kormánynak pedig szerintem joga az, hogy azokat az embereket támogassa pozitív módon, akik Magyarország népesség fogyásának a megszüntetéséhez, Magyarország népességének a növeléséhez hozzá tudnak járulni. És még ennél a kérdéskörnél maradva, mert azért azt hiszem, hogy ez veszélyes folyamatokat rejt magába. Tudnék, meleg párok sem fogadhatnak örökbe gyereket, mert ha már nem megy, akkor örökbe szeretnének fogadni, de nem fogadhatnak örökbe. És én olvastam meg, hallottam erről beszélgetést is, hogy gyakorlatilag az ilyen közegben nevelkedő gyerekek, tehát ez végül is egy ilyen szociokulturális kötődés, tehát hogy nagyobb arányban válnak, tehát vagy leszbikussá, vagy melegé, vagy hasonló dolog, mert hogy ezt látják. Tehát a szülői ez a minta. Példa. Így van. Ez a minta. Na most van. Akkor ez azért egy veszélyes folyamatot. Így van, tehát azért mondom, hogy most térjünk el ettől a témától, hiszen nagyon sokszor elhangzott, és valóban így van, hogy egy hátrányos helyzetű családban felnővő gyermek teljesen más nézőpontból közelíti meg a világot, teljesen más hatások érik, abból adódóan, hogy hátrányos helyzetű családban nőtt fel. Nyilván ezért is fontos az, hogy minél inkább csökkentsük a szegénységben, a hátrányos helyzetben élőknek a számát. Ebben a helyzetben ugyanaz a valóság, hogy aki egy azonos nemű két férfi vagy két nő családjában nő föl, ő ezt tartja természetesnek gyerekkorától. És innentől kezdve valóban, ahogy eltetszett mondani, hogy ha ennek teret adunk olyan szempontból, hogy ezt ugyanúgy támogatjuk, ugyanúgy preferáljuk, akkor egy idő után még jobban csökken a születésszám, és gyakorlatilag akkor a magyarságot, hosszú magyarságot, vagy bármely országnak a népességét hosszú idő után kihalásra ítéljük. Így van, vagy pedig Isten kezd játszani az ember. Úgyhogy jöhetnek a lombik.
Na mindegy, de ez már ilyen futurisztikus dolog. Ez már olyan ijesztő, igen. Térjük vissza a gazdaság területére, azt hiszem ez egy két lábon álló és földön járó valóság. Tehát a szociális hozzájáruláson kívül adónemekben is van változás. Mi minden segítheti még az elkövetkezendő évben, illetve hát előrevetítve az elkövetkezendő években a magyar gazdaságot a saját javak megtermelésében? Ugye nagyon fontos az, hogy a kívánt a kisvállalkozói adót is csökkentjük 1%-kal. A következő évben kivezetésre kerül majd az EVA, az egyszerűsített vállalkozói adó, és ugye bevezettük a katát, aminek az elmúlt időszakban emeltük az értékhatárát, ami nagyon fontos, hogy egyszerűsíteni akarják, hogy ne legyenek olyan adónemek, amelyek alapján, tehát 3-4 adónem alapján kell egy vállalkozónak a hozzájárulását fizetni, hanem ezt egységesíteni szeretnénk. Aztán nagyon fontos az, hogy az adófeltöltésnek az intézményét az év végéről a következő így van, ami jelentős azért, mert így gyakorlatilag, ugye eddig az volt a rendszer, hogy decemberben fel kellett töltenie az adóját a vállalkozásoknak. Ezt áttoljuk következő év májusára, ami azt eredményezi, hogy gyakorlatilag még egy fél éven keresztül tudja azt a forrást használni a vállalkozó, akár munkahelyteremtése, akár saját fejlesztéseire, tehát egy könnyebbség. Ezt egyébként az adótanácsadók is támogatják ennek a bevezetését. Aztán szintén nagyon fontos, bár erről sokan elfeledkeznek, hogy most bevezettük ezt a lakosság számára elérhető állampapírt. Ugye, ami azért nagyon lényeges, mert ma Magyarországon a lakosságnál több mint 6000 milliárd forint készpénz van kint. És ugye úgy gondolkozott a pénzügyi kormányzat és a kormány, hogy miért a külföldi befektetők járjanak jól a magyar állampapírokkal, ha egyszer a magyar gazdaság révén és a magyar emberek spórolása révén igen nagy összeg van otthon a, most extrém példát mondok, a párnákban, a fiókokban, így van. És hogy jól gondolkodott a kormány, igazolja azt, hogy az első héten 570 milliárd forintért vásároltak a magyar emberek állampapírt. Ami azért nagyon... Óriási összeg. Tehát azért mondom, hogy hatalmas összeg. Tehát óriási sikere van ennek az állampapírnak. Nyilván mi az oka? Egyrészt magasabb kamatot fizet, de ezzel a magyar emberek járnak jól, tehát nem külföldre kerül a magyar államadóságnak a finanszírozása részben. És az is nagyon fontos, hogy igazából, ha belegondolunk abba, hogy ezáltal Magyarország pénzügyi stabilitása erősebb lesz, mert az állam papírjaink magyar tulajdonban vannak, tehát nem vagyunk kitéve külföldi befektetők manipulációs szándékának, hiszen az, ha visszaemlékszünk csak most az uniós választás előtt, hogy hirtelen elkezdett a forint elszaladni az euróval szemben, és ugye egyértelműen megállapították, hogy spekulációs befektetések miatt alakult ez így. Ha a magyar államadóság, ami egyébként folyamatosan csökken, arról se feledkezzünk el, hogy a 83%-ról most 70-71% körül tart az államadóság, és a következő évre ezt 70% alá 67-66%-ra akarja vinni a magyar kormány a gazdaságpolitikájával. Ez nagyon jelentős, mert egy stabilitást és egy gazdasági függetlenséget tesz lehetővé, és ehhez a magyar embereket helyzetbe kell hozni, hogy ők is hozzájárulhassanak, úgy, hogy ők is jól járnak vele. Tehát itt ez a fontos, hogy ők is jól járnak vele. Gyakorlatilag helyben marad a haszon. Így van. Tehát még az, hogy manipulálják a piacot, de ugye a hozam az kikerül külföldre, tehát nem itt fogják befektetni. Tehát és ne felejtsük, hogy kiszámítható, mert a magyar állam van mögötte. Tehát nem egy pénzintézet, amelyik csődbe juthat, és akkor és tudjuk, akkor hogy milyen... És akkor a magyar állam helyt áll. Így van, pontosan. Meg mikor jól tudom, talán adómentes is. Igen. Tehát sok előnye van ennek, igen, az állampapírnak. Egyébként érdekes, hogy a forint, amint vége volt a választásoknak, utána így van, akkor visszamehet az egész. Tehát egyértelmű volt, hogy befolyásolni akarták ezzel is az uniós választást. Tehát sok-sok dolog zajlik. A versenyképesség, tehát ugye itt ugye volt adócsökkentések. Mi mindent tud még a kormányzat valamilyen szinten a magyar cégeknek, a gazdálkodóknak, akár az agráriumban is? Ja, hát ugye nagyon jelentős, így van, az agráriumban is. Tehát egyrészt ugye
a gazdálkodóknak egy hitelgarancia alapot hoznak létre, ami megint csak segíti a gazdálkodó szervezeteknek a hitelfelvételét támogatással. Ugyanez létrejön a mezőgazdaságban is, egy 5 milliárd forintos kerettel, és ami nagyon fontos, ugye most, ha kimegyünk, és ez a 31 néhány fok van itt folyamatosan, az öntözés. Tehát ugye Magyarország, azt nagyon jól tudjuk, hogy kiváló adottságokkal rendelkezik mind talaj területén, tehát mezőgazdasági vonatkozásban, mind pedig öntözési lehetőségeink megvannak, hiszen csatornák megvannak, azok a folyóink, amelyeknek a vizével, észszerű vízgazdálkodással biztosítani lehet a folyamatos öntözést, ami nem csak azt jelenti, hogy biztosítani lehet, hanem azt látjuk, hogy a éghajlatváltozás miatt szükséges is biztosítani az öntözés lehetőségét, és erre 10 éven keresztül folyamatosan 17 milliárd forintnyi támogatást fordítunk a költségvetésből. Egyébként egy érdekes adat, hogy az ez évi 17 milliárd forintból a majdnem az 50%-át Hajdú-Bihar megye kötötte le. Tehát olyan mértékben igénybe veszik a mezőgazdasági vállalkozók, megértve azt a lehetőséget, hogy bizony-bizony tudomásul kell venni, hogy kiszámíthatatlan az időjárás. Ugye télen nem volt csapadék, utána egy hónapon keresztül rengeteg csapadék volt, de most már megint ott tartunk, hogy szükség van, így van. Tehát a klímaváltozás okán teljesen más, tehát már ilyen majdnem mediterrán éghajlat kezd Magyarországon kialakulni, tehát sok mindent kell tenni. Említettem, hogy ugye ebben a vízügyi beruházás, illetve öntözési támogatásból nagy rész került Hajdú-Biharba. De hát ugyanilyen módon én azt gondolom, hogy elég jelentős fejlesztés, fejlődés indult meg a gazdaság más területén is. Tehát ugye itt van a BMW beruházás, amiről egy mondat erejéig mondjuk már el, ugye, tehát itt volt egyfajta rémhír, felröpet, hogy akkor most már a magyarországi autóiparnak befellegzett, kivonulnak. Ezt megnézzük, ez megint az uniós választás előtt volt. Tehát a vége felé volt, amikor ugye azt tudni kell, hogy a BMW-nek ezt a beruházását, erre a beruházására Európában, ha jól tudom, 100 helyszín pályázott. Tehát egy óriási siker az, hogy ide Debrecen mellé került ez a beruházás, és ide Kelet-Magyarországra, ami nagyon fontos, hiszen ilyen volumenű beruházás, autóipari beruházás itt Kelet-Magyarországon nem volt. Tehát ebből a beruházásból, aminek a munkálatai zajlanak, tehát aki megy Debrecen felé, akár az autópályán megy, akár más úton megy, akkor láthatja, hogy gőzerővel zajlik az előkészítő munka, a talajelőkészítés, a vízelvezetés, semmiben lassulás nincs. A BMW rögtön egyébként cáfolta is ezt a megjelent újsághírt. Annál is inkább, mert ugye azt már eleve elmondták, hogy egy nagyon széles palettával kíván itt a BMW autókat gyártani, és ezen a palettán belül kiemelt helyet foglalnak el a villanyautóknak a gyártása is, aminek a felfutása most van gyakorlatilag. Tehát az én véleményem, és az én véleményem az egy nem döntő tényező ebben a dologban, de a beruházók is egyértelműen kijelentették, hogy a megfelelő ütemben halad, és azt hiszem talán 2021-re készül el a BMW-gyár. Tehát már csak önmagában az a beruházás, amit már eddig elvégeztek, már így az van. Is egy jelentős, tehát nem minél, ez egy több mint 300 milliárdos beruházás, ami nagyon jelentős, de ha egyébként, hogy Kelet-Magyarország, ugye legalább ilyen nagy, nem autóipari beruházás zajlik itt Tiszaújvárosnál, amit a MOL biztosít, azt hiszem az is olyan 340-350 milliárdos beruházás. Na de ha már külföldi tőke, akkor éppen a tegnapi nap, tehát ugye ez a felvétel zajlik 13-án, június 13-án, 12-én a Debreceni Egyetem aláírt egy nagyon nagy jelentőségű együttműködési megállapodást a kínai népköztársasággal. Na ugye ez a kínai kapcsolat, mondjuk így ilyen hétköznapi szóhasználattal, de ugye ez a bizonyos egyövezet, egyút, azaz a 21. századi Selyem út. És akkor ez óriási lehetőséget jelent Debrecennek, a térségnek, itt ennek a választókerületnek is gyakorlatilag. Igen, még egy gondolatmenet erejéig visszakanyolva a BMW, ez ugyanúgy a BMW is, tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy a BMW az nem csak Debrecennek lesz komoly
potenciál a gazdasági életében, hanem a környező településeknek, hiszen kimutatott dolog, hogy például Kecskeméten, ahol a Mercedes, amikor a Mercedes oda települt, onnantól kezdve 70 kilométeres körzetben hatással van a településekre. Na most azt jól tudjuk, hogy a választókerületünknek egyetlen települése sincs 70 kilométerre a BMW gyártó, úgyhogy ez egy nagyon jelentős dolog. De visszatérve erre a kínai dologra, ugye az látható, hogy a magyar kormánynak a nagyon jók a kapcsolatai a kínai gazdasági élet és a politikai élet vezetőivel, és kiemelt szerepet számnak Magyarországnak a geopolitikai fekvése miatt is. És ugye a Debreceni Egyetemnek pedig a Konfuciusz Intézet révén már régóta szintén kiemelkedő kapcsolatai vannak, kínai kapcsolatai vannak, és ami számunkra nagyon pozitív, én is nagyon örültem tegnap, amikor láttam ezt a tudósítást, hogy ugye egy olyan elképzelés van, hogy itt Hajdúnánáson fognak létrehozni egy olyan tejporgyárat, amely az első időkben a kínai piacra termel tejport. Tehát ez mindenképpen jó arra, hogy egyrészt fantáziát látnak Hajdúnánásban, másrészt ugye ezzel munkahelyet teremtenek, a városnak adóbevétele lesz nyilván, és amit ki kell emelni, hogy ez az eredményezte, hogy a város nagyon, nagyon profi módon menedzseli magát, tehát akár az élelmiszeripar területén, hiszen ha a nánási portékát megnézzük, azzal a díjjal... Élelmiszer területén Kína nagyon nagy felvevő piac. Így van. Minden élelmiszer, de az meg különösen. Tehát azért több mint 1 milliárd ember óriási potenciált jelent. És ami fontos, hogyha már létrejön, és véleményem szerint létre fog jönni itt egy ilyen üzem, Debrecenben itt van a repülőtér, az újabb kínai befektetőket vonz majd erre a környékre. Lehet, hogy nem mindenki Hajdúnánásra jön, sőt biztos, de ha Hajdúböszörménybe, Balmazújvárosra vagy Debrecen környékére mennek, az ugyanúgy ennek a megyének az erősödését és a helyi településeknek az erősödését jelenti. Én meg már hallani vélek olyan ellenzéki hangokat, hogy hát igen, hogy ez a kormány gyakorlatilag a migráció legnagyobb támogatója, mert hogy beenged ilyen meg olyan meg amolyan embereket. Tegnap részese voltam a parlamentben ennek a vitának, amikor is ugye elhangzott pont így a külföldi munkavállalók kapcsán. Ugye azt tudni kell, tehát azért ezt tisztázok le, hogy olyan esetben adnak külföldi munkavállalónak munkavállalásra engedélyt Magyarországon, amikor magyar munkaerőt arra nem találnak. Tehát ha magyar munkaerő van, akkor szó nincs arra, hogy külföldi munkavállaló bejöhet. És ha külföldi munkavállalónak engedélyt adnak arra, hogy Magyarországon munkát vállaljon, ez 2 évre vonatkozik. Tehát nem azt jelenti, hogy most bejött ide valaki, és onnantól áttette a székhelyét ide Magyarországra, és ilyen idézőjelbe a kormány által támogatott módon jön migránsként ide. Egyrészt nem is lehet migráns, mert dolgozik, tehát azért ezt tudjuk az, nagyon jól. Van, igen, a másrészt pedig mondom 2 év. Ez tehát nem azt jelenti, és csak abban az esetben, hogyha nincs magyar munkavállaló. De meg lehet kérdezni egyébként itt a környéken is mezőgazdasági vállalkozókat és jó néhány vállalkozót, akik hosszú idő óta nem találnak magyar munkavállalót, és ők is gondolkodnak abba, hogy ilyen legális módon próbáljanak külföldről munkavállalót hozni a vállalkozásukba, mert hogy a fejlődésüknek ez a korlátja, hogy hiába szeretne ő fejleszteni, hiába megvan hozzá a forrása, ha nincs, aki elvégezze a munkát, annak ellenére, hogy tisztességesen megfizeti. Igen, mert tudnék, tehát olyan vidékünkön is elég jelentős a kézi munkaerő igényes mezőgazdasági kultúra, paprika, paradicsom, amit állattartás. Még igazán állattartás, tehát amit így még van. Nem lehet úgy gépesíteni, hogy vagy legalábbis nálunk még erre nem nagyon van meg a reális lehetőség, igen. Hogy ilyen, de hát ugye, de alapvető, tehát úgy összekeverik a fogam, aki migráns, az illegálisan jön, és igazából nem munkavállalás céljából, hanem... Össze akarják mosni, tehát ugye nem próbálják meg az embereket reálisan, hitelesen tájékoztatni, hanem össze akarják mosni. De visszatérve, ha meg egy mezőgazdasági vállalkozó, mert ugye éppen a elmúlt alkalommal, amikor volt itt ez a
ez az ökofórum, ökohét. Ugye kim voltam én is, és megnéztem azokat a gépeket, és ott beszélgettem polgármester úrral is, meg még másokkal is. De ha meg egy mezőgazdasági vállalkozó mondjuk meg tudja tenni azt, hogy ezeket a 20-30-40 milliós gépeket megveszi, akkor meg jön a másik oldal, hogy persze, mert gépesít, mert nem akar embert fölvenni. Tehát mindig, tehát ha van sapka valakin, az a baj, ha nincs rajta sapka, az a baj. No, hát ez már csak egy ilyen ellenzéki. Tehát ez, no, mindegy, politikai oldala. A végszavazás mikorra várható költségvetésig? Július 12-éig tart a parlament, tehát szerintem ott július 11-e környékén lesz. Még egy jó hónap van, igen, és addig jól megtárgyalják, hogy miből és hogyan fogunk élni, mi történik majd 2020-ban. Képviselő úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget.